Tehát a tánc közben tényleg csak a pillanat számít, se a múlt, se a jövő, se az, hogy mi a munkánk, hogy milyen e-mailek jönnek a telefonunkra. Tényleg mindent ott hagyhatunk, és csak magunk lehetünk. Tehát ez egy önismereti játék is egyben. Egy ilyen fesztiválon teljesen megváltozol, áttransformálódsz, magadat is, egymást is jobban megismerve térsz haza. Igénye az emberi léleknek, hogy visszakapcsolódjunk egymáshoz és a természethez. Különféle életet élő emberek találkoznak, és az életet ünneplik, az élet misztériumát, mert hogy ez egy egész egy csodálatos dolog az, hogy itt vagyunk. Ugye a hétköznapi életben ezekről a dolgokról elfeledkezünk. Egy kicsikét az egónkat elfelejtjük, egy kicsikét hülyéskedünk, egy kicsikét akár magunkat sem vesszük annyira komolyan. És a táncban, a zene és a tánc pillanatában feloldódunk. Magányos farkasoknak az ideje lejárt, hanem újra meg kell tanulnunk közösségben létezni. Ezen az ünnepen, egy ilyen fesztiválon pedig valóban megtörténik ez a transformáció, ott személyesen találkozunk, és úgy ünneplünk, ahogy az nekünk a legjobb.